250 éve született Ludwig van Beethoven, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar az évforduló jegyében a világhírű zeneszerző műveit szólaltatta meg hétfő esti adventi koncertjén. A D-dur hegedű verseny és a 7. szimfónia szólistája Ririko Takagi volt. A hangversenyt Izaki Masahiro, a Szolnoki Szimfonikusok főzeneigazgatója vezényelte, aki a japán-magyar művészeti kapcsolatok kiépítésében és ápolásában is nagy szerepet vállal. Ririko Takagi hegedű művész generációjának egyik legígéretesebb tagja, a 23 éves japán származású előadó különleges hegedű szólójával kápráztatta el közönségét. A Szolnoki Szimfonikusok legközelebb január 11-én a Bolero estel várják a közönséget.